akkor bekapcsolom ismét a biztonsági övet. Zajlik a karácsonyi forgatag. Mondhatjuk, hogy dübörögnek az Armageddon lovasai, hogy egy híres komikus ezt mondja. Közeledik a boldog karácsony, a kis karácsony és a nagy karácsony egyszerre. És hát feszülnek az idegek. Azt szeretném mondani neked, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kihez imádkozol. Amikor az ajkaink tulkaival Istennek áldozunk, amikor elébe visszük a mi szívünknek a jó kincseit, hiszen így van megírva, hogy a szívnek a teljességéből szól az embernek a szája, akkor Istennek elmondjuk a hálánkat, elmondjuk a köszönetünket, vagy éppen elmondjuk a kéréseinket, könyörgéseinket, vagy akár a panaszainkat is, de mindezeket hálával tárjuk fel az élő Isten elé, és ő azt mondja, hogy az ő békessége, ami minden értelmet felülhalad, az meg fogja őrizni a szívünket, a lelkünket Jézus Krisztusban. Tehát abban a hitben, hogy mi Isten fiai vagyunk, karácsony ide, karácsony oda, forgatag, csúcsforgalom ide vagy oda, ez nem változtat semmit azon a helyzeten, hogy Isten az ő szeretetéből a gyerekévé fogadott, hogy Isten biztonságba helyezett bennünket, örök élettel ajándékozott meg minket Krisztusban, és erről a szeretetről a Szentlélek minden alkalommal, amikor mi őhozzá fordulunk, kézbizonyságot tenni. Ezek a mostani idők ugyanakkor rendkívül alkalmasak egy másfajta áldozatot kiprovokálni belőlünk. Látom itt a forgalomban is az emberek arcán a dühös indulatot, hogy várni kell, hogy piros a lámpa, hogy sok az autós, hogy teljes az őrület a városban, és látom a szájtátogásokból, meg az emberek arcán az indulatból, hogy az egész karácsonyt rokonostul, családostul, ünnepestül, nem is tudom hova kívánják. A hátuk közepére talán így mondhatnánk a legfontosabban. És bemutatnak, és bemutatunk olykor mi is egy áldozatot, csak hogy ez az áldozat a kárhoztatásnak, a dűnek, a gyűlöletnek, a fenyegetésnek az áldozata. Amikor az ember érzi magában a testi indulatot, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, rohadjon meg mindenki, hogy én hogy kerülhettem ilyen helyzetbe, hogy nekem ezt kell csinálnom, hogy ki tehette ezt velem. És én arra hívlak téged, és persze magamat is, hogy ezekben a mostani időkben különösen őrizzük meg a szívünket. Mert minden féltett dolognál így mondja az Isten igéje, jobban őrizzük meg a szívünket, mert abból indul ki minden élet. Elsősorban nem azt mondom, hogy arra figyelj, hogy mit beszélsz, hanem sokkal inkább azt mondom, hogy arra figyelj, hogy hol van a szíved, és hol van a szívünk. Hogy Isten jelenlétében maradjunk ezekben az időkben, talán különösen is, de mindig is. Hogy Istennek a szeretetében gyönyörködjön a szívünknek a tekintete, a lelkünk. Hogy ne engedjük magunkat betekerni a körülményektől, az eseményektől, hogy nincs leporolva a csillár, hogy ez nincs, hogy az nincs, ha nincs csúcsdísz, nincs karácsony. Ne engedjük, hogy az Armageddon lovasai átvágtassanak a nappalinkon, és a karácsony egy veszőfutássá, veszekedési párbajjá alakuljon, hogy az ajándékozás egy kényszer, egy megfelelési kényszeré torzuljon. Inkább engedjük meg Istennek, hogy az ő szeretete minket arra inspiráljon, hogy türelmesek, szeretettel teliek legyünk, és használjuk ki ezt a lehetőséget arra. Valóban a karácsony egy lehetőség arra, hogy szeressük egymást, hogy szeressük a szeretteinket, hogy egy hosszabb, nyugodtabb időt tudjunk együtt eltölteni békességben, dicsérve Istent azért a csodáért, ami persze nem biztos, hogy ebben az időben történt, hogy az ige Jézus Krisztusban testé lett. És legyen az az ünnep a szeretetnek, a békességnek, az életnek, az áldásnak, valóban az ajándékozásnak, a szívből való jó ajándékozásnak az ünnepe. Ezt kívánom magamnak is, és neked is, Jézus nevében.